padlóra kerültünk. Sziasztok! Sziasztok! Vagyis van végre padlónk! Igen, le van fektetve, végre megcsináltam. Ki van lefektetve? Hát a padló, jó, tehát ez a szép fehér padló megvan. Ami szürke, az a fehér, mint látjátok. Ideje, azért örülünk neki ennek a padlónak, mert szeretjük, hogy végre ez már megvan, nem sokat vártunk rá, amit majdnem voltunk, megcsinálták a padlót, kifestettek, az egész lakás ki van festve, de még azért ilyen apróságok, látjátok, még a szegélyrécek itt vannak még, hát jönnek vissza és azt csinálják. Ja, már, jönnek de vissza. De már rá erre egy igazából egy hete, ugye talán? Több mint egy hete, ugye megvan az, amikor mondja a mester, hogy már csak az a fél órás munka van, majd beugrom, amikor itt a szomszédban dolgozom. Na, azóta ugrik be, hogy befejezze a szegélyezést. Ezek ugyanúgy túl vannak terelve, mint a magyarok. Tehát itt ilyenkor szezonban sok az amerikai snowbird, sok az, aki valamit kitalál, ugyanolyan, mint mi valamit csináltattak, és el vannak kényeztetve, hogy rendkívül jó életük van az iparosoknak, akik itt dolgoznak kint. Vannak köztük magyarok. De mi nem magyarokkal dolgoztunk. Nem, tartom, most ez így sikerült. Jó. A lényeg az, hogy gondoltuk, beszámolunk arról, hogy hol tartunk, hogy megmutatjuk nektek most, hogy mi az, ami már legalább örömet okoz nekünk, ami elkészült itt menet közben. A padlón kívül, meg a festésen kívül, azt majd a későbbiekben, amikor nem lesz ennyire üres a ház, megmutatjuk, de menjünk ki. El kell. Ja, kint. Mutassuk kint, meg előbb, kint, hogy kint mi van. Kint nagyobb részt rendben van, tehát a kert az már rendben van, tető le van mosva. Nem, ezt akarjuk megmutatni. Akkor ezt megmutatjuk, de tető mosva. Na gyertek velünk. Gyertek. De azért hadd mutassam meg, tehát azért vannak még hiányosságaink, amit látjátok, ez itt a csillár helye. De szerencsére kint sokkal többet haladtunk. Az a legnagyobb változás talán a tetőn lehet látni, mert ez a tető ez szinte tiszta moha volt, és most fehér. Ugye sok mindent csinálnak itt az emberek, amit otthon nem. Például mossák a tetőt. Ez egy fehér, festett, cserepes tető, és ilyen gyönyörű szép fehér lett, de ugyanez vonatkozik a falakra. A falak is moshatóak voltak, és a falak is olyan, mint olyan a ház kívülről, mint az új ház, pedig csak egész egyszer betettük a mosógépbe, és kimostuk. Na, nem egészen, szóval azért egy kicsit nagyobb műtét volt, de a mosástól, vegyszeres mosástól ennyire megváltozott a ház. Ennyire mocskos a tetőnk. Lájított mosással fogjuk lemosni a tetőt, amit láttok ott, szép mohás, úgyhogy felfújunk egy szappan mixet, ami tulajdonképpen csinálja a magát a takarítást. You ready, Freddy? Let's do this! Ez a része arra fölfele is ilyen dzsindzsás volt, mint amit most itt láttok, tehát gyakorlatilag ebben a részben olyan volt, nézzetek oda bele, tehát egész egyszerűen ennyire el volt hanyagolva, hát nagyon nagy a telek, és ennek ez a szakaszra nem volt szükség, és egyébként olyan növényeket is rendbe tette, egy csomó növény volt, ami benőtte a házhoz, és szépen kitisztította. Igen, tehát így mint fog kinézni, láttátok. Ennyivel nagyobb lesz a telek. Igen, oda még majd csinálunk egy kicsit, oda be fogjuk építeni a hát a kicsit, szerintem növénysor lesz. Igen. És ami még fantasztikus, hogy mit fedezett föl nekünk, Pascal, megmutatom nektek. Hát nem a Pascal fedezte föl, hanem azáltal, hogy kiirtotta ezt a részt, rájöttünk, hogy itt van. Van. Ott vannak egy grapefruit fánk. A grapefruit fánk. Itt látszik néhány, ami leesett. Le, igen. Úgyhogy ez... Árpi egy ilyen hatalmas rúdjával szokta itt piszkálni. Igen, tehát lényeg az, hogy... Rohadtakat mutogatod? Ez nem rohadt. Ez nem rohadt. Ez az egy nem rohadt. De egyébként van.
De cica, valaki lakik benne, ezt most akkor, akkor halljuk, de föl kell mászni oda a fára, azokat majd leszeled. De az a lényeg, hogy tizen, nem tudom hány éve van ez a telep meg nekünk, most már 10 éve azért nem voltunk itt, de nem tudtuk, hogy van egy... Hogy van gyümölcsfák. Vagy olyan gyümölcsfák, legalábbis nem vettük észre, mert annyira be volt nőve és annyira dzsindzsás volt. Na, ami a következő lesz, és ami, amit szintén otthon nem csinál senki, várjuk a azokat, akik megnyílják a pálmafát. Erre most már telefonálgattunk, ezeket meg kell nyílni, mert ezek állandóan viharban, most is nagy vihar volt, azért van egy kicsit több lehullás. Holnap jön a Pascal egyébként újból. És hát vagy ő, vagy valaki más. Hát ő egyet, mennyit mondott? $50 minden fánként. Egyes. De 30, az olyan kevésnek tűnik, 30, de 30 pálmafánk 36. van. 36? Én megszámoltam. 36 van. Nézzétek meg itt mennyi volt. Pák körülben, és a másik oldalon is van. Itt, itt is 1-2-3, csak egy kupasz be, 1-2. Ott az a sok. Hát én megszámoltam, pont 36 van. Igen, és amivel még haladtunk, az itt a háló. Itt vannak a tartalékcserepek. Ez, ilyen cserép van a tetőn. Igen. Igen, a háló. Igen, ugye... Jaj! Pascalnak ezt meg kell mondani, ezt még vágja meg. Igen. De innen is kivágta azokat a fákat, és a másik oldalon is azokat a pálmákat, amik rá ráhullottak. Tenyészkedtek itt, a házra. Itt. Ezek látod? Nézd meg a pálma, még mindig, amit elvágott Pascal, ő még hozza föl a vizet. Medvedzik, mert igen. Még nem gondolja, még nem tudja azt, hogy, neki már, hogy már nincs hova vinni a vizet, mert már gyakorlatilag a... Ja. És amivel még haladtunk, ugye az a háló. Nos, igen, nem az, amit az Árpi megcsinált, nem arról van szó, hanem ezt is lemosattuk. Ezt is lemosattuk. A hálómosó az egy másik ember. Megnézni, hogy mennyit kell cserélni, meg nekünk sincs értelme addig kicseréltetni, amíg nem látjuk, hogy hány ment tönkre, mennyi a laza belőle, úgyhogy most már jön, úristen, itt is ez újabb szakadás, szóval ugye a pressure washertől rögtön lehetett látni azt, hogy mi az, ami ki fog még szakadni. Na, most viszont Árpi nagy örömére el kell mennünk megint vásárolni. Hova megyünk És akkor közben, hát tudod, a márványoshoz. Tudom, hát egy fürdőszobánkhoz még nincs meg az anyag. Így van. Az úgynevezett master fürdőszobánkhoz, tehát a saját fürdőszobánkhoz nem vettük még meg a márványt. Árpi kedvenc része jön. Oké, hát igen, természetesen. Megyünk vásárolni. Tudom, hogy a vásárlás itt elengedhetetlen, és egyébként arról nem is beszélve, hogy márványt szeretek nézegetni, meg szeretek vásárolni, mert azok nagyon szépek, tehát jobban szeretek vásárolni alapanyagot, mint például, tudom, hogy ez szükséges, mint például táskát, meg ruhát, meg ilyesmit. Jó, azt azért... nem is kell. Szóval... Biztos nálatok is volt ilyen, hogy elindultatok egy budgettel, ugye mi is azt mondtuk, hogy hát a költségvetés az $15,000 lesz, hát az nagyon a hol volt, hol nem volt, régen volt, igaz, édesem? Hát igen, az egy kósza ötlet volt, és egy kósza gondolat volt tőled, hogy csak egy kis festés, meg ilyesmi. Meg lehetett volna azt is csinálni, amikor az ember belemegy a felújításba, akkor rájön, hogy nem még ezt is meg kell csinálni, meg azt is meg kell csinálni. Én is abszolút egyetértettem azzal, hogy túlépjük a budgetet, mert hiszen másképp ezt nem lehet megvalósítani. Egy kósz alatt az ember, akkor most már csináljon meg minden, és legyen megcsinálva rendesen. Megint egy 20 évig jó lesz valószínűleg. Ez nagyon szép. Megérkeztünk a már az egyik márványoshoz, csak nekem túl barna. Nem tudom, te mit gondolsz róla. Nekem ezek sokak, igen. Sok, igen. Túl sok hát, a mintája. Hát ha még az, annak szép a az erezete, hogy úgy mondjam. Igen. De oda, ahol most keresünk, oda én több... A fürdőszobában ez se rossz, egy kicsit lehet kékebb vagy több zöldebb. Több barnát tudnék elképzelni. Nem, szerintem meg pont nem barna. Pont az lenne jó, nem lenne barna. Az is szép. Az mondjuk nagyon az szép. Az szép. Nézzük azt meg. Na most nem menjünk végig ezen az utcán, de mindegy, csaponkatunk. Csaponkatunk? Ez is szép egyébként. De ez megint barna. Nekem tetszik pont a barna, az lenne a lényeg, nyugodt. Hogy ne legyen olyan barna, hanem valami színe legyen. De gyönyörűek ezek a kövek. És ugye itt egy teljes ilyen tömböt kell megvenni. Ez a fekete, és ebből vágják ki. Ez nagyon gyászos. Ez túl, nekem ez túl modern. Hát ez egy túl ilyen, modern. Igen. Ez is sok. Ez is nagyon, igen, ilyen csillámpón is. Ez például már tetszik. De most azt nézd, hogy amikor ez pult, akkor szinte semmi mintája nem maradt. Tehát én szeretném, hogyha lenne egy kis mintája.
Ez meg túl csíkos. Hát a természet, ahogy kialakította. Ez kvarcit, azt mondja. Mm. Szépek ezek a vonalak. Itt valami zöldes, kékes, tehát a barnát egy picit elfelejteném most. Barnát elfelejtenéd? Igen, ne legyen ennyire barna. Ezek nagyon szépek. Ja, megnézzük jobbra-balra, hogy mi van. Ne legyen barna, megnézzük jobbra-balra. Jobbra-barna. Ja. Ó, gyere csak, mondjuk ez már lehet, hogy azért túl sok. Ez kicsit, talán már túl sok. Ez egy kicsit talán túl sok, igen. De és ez a kékes? És ez, amikor így... Ez nagyon gyönyörű. Azt hittem, hogy ki lehet húzni, de nem. De gyere, ezt nézd meg erről, ha már fürdőszobáról beszélünk. Nagyon sok. De nem, ezeket ugye úgy csinál, nem, ezek a köveket szépen egymás mellé teszik. Hát a természet. Ezeket természet, az akátokat, vagy nem tudom, minek hívják ezt a követ is. Tehát nekem, ez már talán túl folytos. Viszont ha ezt lefolytozza valaki, nem okoz gondot. Nekem ez tetszik például az aljára, dalulra. Sok? Nekem egy kicsit sok. Inkább ilyesmit képzelsz el, mint ez ilyen... Igen, de most ugye pultot keresünk, picikém. Tudom, de hát egyúttal azon is lehet gondolkodni. Hát de nem fogunk, csak nem fogunk egy ilyen méreg drága dolgot venni az aljára, ne vicceljél velem. Ez nem ja. Rossz, ha kék fürdőszobában gondolkodunk. Mint a tenger. Hm? Egy kis, mintha egy manékkép lenne, nem? Mennyi oda hozzá? Van benne egy kis extra, itt a kis szép. Ja. Nem biztos, hogy ez rossz, ha kékbe gondolkodunk, és minden más fehér. Nagyon szép egyébként. Szép, hogy ez a természet, ahogy benne van. Így van. Ez nem rossz, de az az igazság, Cicus, hogy én nekem van egy vágyam, amit szeretném a teljesítenie. Teljesítem bármikor. Fonuljunk itt félre. Nem olyan. Ez nagyon tetszik. Szeretnék egy... Látod, na ez már hasonlít tetszik. Ahhoz, amit szeretnék. Ez Onyx. Ez Onyx. Tehát egyszerűen rátaláltál, hogy mi az amit Onyx, szeretnék. Az Onyx az egész más, más a, valahogy az élete, nem mint a így márványnak. Van. Az Onyx is sokkal áttetszőbb. Igen, csak az nem Onyx... barna. Zöld Onyxot szeretnék, vagy zöldeset. Ez már nem Onyx. Az már ez, nem. Az Onyx. Ez Onyx még, amit itt süt a nap, nézd. Ez is nagyon szép. Jó, ez nekem túl sok, tehát ez azért már nagyon 80-es évek diszkó korszak. Az Onyxban ez tetszik nekem, ez a ugye a valamitől ja. kilakult, abba a kőbe ez, a, ja. ez az élet. De ez az Onyx, ez szép, csak egy kicsit túl sok. Barna. Itt úgy kell, hogy megveszel egy teljes táblát, és a saját embered, a saját mestered azt ugye szépen méretre vágja. Tehát így megveszed kilóra, mondjuk de vannak olyan 28 cégek, akik és 68 neked. Dollár per square feet-je, tehát egy ekkora kis kocka. Így. Úgyhogy ezek azért itt több ezer dollár egy-egy ilyen. Csak sétáljátok körbe, és mondjátok meg, hogy mi tetszik. Már is látok valamit, ami nagyon tetszik. Ez egy kristálló itt, de itt majdnem minden kristálló. Ez az egyetlen dolog, ami átvilágítható. Látod a fény átjön van. Ezek nagyon szépek, csak szerintem ezek sötétek. Sötétek nekünk. Gyönyörű ez a kő is. Nekem az ilyenek tetszenek, amik ilyen absztrakok egy kicsit. Valami ilyesmit keresek, ami ilyen nagyon drámai és nagyon szép. Ezt láttad? Melyiket? Ezt. Ez Onyx. This is Onyx, no? Yes. Úgy látszik ez az akhátkő, az új divat, hogy mindenütt ezt találjuk, de nekem ez túl sok, ugye ezek össze nem vannak rakva. Ez gyakorlatilag olyan üveghatású. A végén az, mert úgy az néz ki, mint egy modern festmény, ez olyan, mint a te festetted volna. Hát ez sokkal szebb, mert a természet sokkal szebbet tud álkozni. Kicsit túl hideg a szín. Nekem is hideg, igen. És ez a hátulja egyébként, tehát ugye nem látjuk igazán jól hát az elejét. Nem, most így van nem, ez nagyon sötét. Ja. Ez nagyon sötét. De milyen jó lenne, hogyha otthon is lehetne egy ilyen, hát ilyen szerény kis márvány turkáló. Ehhez mit szólsz? És mögötte az zöld, de ez is gyönyörű. Gyönyörű. De ezt nézd. Fú, ez nagyon szép. Ez nem rossz, ez a kvarc. Azt mondja, hogy 3 centi vastag, brazil. Egy picit lehetne világosabb, de szerintem jó irányba vagyunk. Ezt nézd, ez is milyen gyönyörű, úristen.
szép, igen. Ez nagyon ez szép. Ez is egy kicsit nekem sötét. Ennél egy picit világosabbat képzelni. És ez kell, is kvarcit. Világosabbat? Blue Tempest. Úristen, de szerintem megérkeztünk a paradicsomba. Itt valami álomszép kövek vannak. Ezek gyönyörűek. Ez a szatén is szép. Ez sem rossz. Tehát most el tudod képzelni, ugye a fürdőszobában a tervek szerint minden fehér lesz, és króm, és ez a kék és a zöld, ez sem rossz. Nem rossz az se, igen. Ja. De nekem valahogy egy picit... Jó, ennek az ára 49 per square feet. Nekem jobban tetszenem, egy kicsit több a ilyen meleg hát, szín, tudod? Én tudom, hogy nagyon drága az onyx, de nagyon szeretnék egy szép zöld onyx táblát. Én most itt onyxot hát nem láttok nekem... még. Ez is gyönyörű, Úristen. Hát itt el fogok ájulni, azt hiszem. Hú, ez hát szép. Egyszer... Ebben szép, mert ebben itt vannak a meleg színek is. Ez itt az, a ez kellene nekünk otthon Budapesten. De, tehát ha valaki tud hasonlót minden nekünk... Minden mondják, hogy én itt is visszük a bőrönbe. Jó, hát nem fér be a bőrönbe, de ilyen kellene az otthoni konyhánkban, mert olyan, azt is fel akarom újítani. Most, hogyha valaki tud valami hasonlót, onyxot, vagy ilyen kvarcitot, akkor jelentkezzen nálam, please. De ez gyönyörű. Ez nem, egy picit lehetne erősebb az zöld. Az egyébként szebb nekem, az jobban tetszik. Igen? Hát igen. Ez is brazil, rákattantunk a brazil kövekre. Brazilokra. Hú, és ez milyen durva. Wow! Ne, Cica, ami mögötte van, nézd mögötte azt az onyxot. Az a miénk. Úristen. Ez. Ez a miénk, ez az onyx. Nem tudom ezt elhúzni. Ne nyújj hozzá. Elhúzzuk rá, ne ránk fog esni. De ez nagyon szép szín. Ilyet szeretnék. Ez Úristen, szép. Ez, hát ez az én szerelmem. Ez az onyx, ez egyszerűen gyönyörű. Jó, ráírva. Hát valakinek félre van téve. Félre van az anyja mindenit. De biztos, hogy találunk még ilyen onyxot. Tehát ez, Úristen, ez egyszerűen gyönyörű. És ez a méret is jó nekünk, mert nem a nagy tábla, hanem a kis tábla. Várjál. Azt mondta a Mauro, hogy jegyezzük meg a számát, lefotózom a számát, és akkor úgy tudjuk megrendelni. Mm-hmm. Itt a lukon mit láttam, Tisza úristen, az is milyen gyönyörű drámai. Szép. Tudom, hogy egy kicsit sok vagyok és repkedek, de ez ennek az ára hátulja, körülbelül olyan 5-6 ezer dollár, így vágás indiai nélkül, így van. Úgyhogy az onyx árára kíváncsi vagyok, de kicsit félek, hogy több lesz, mint nem ezek. Baj. Azt tetszik, azt megvesszük, azt kifizetjük, mert az szép. Ez is gyönyörű. Maga, az a baj, ez a kő, meg ez a kő is így szép, ahogy van. Tehát ilyen hatalmas, hogy amikor azt kell mindig nézni, hogy levágjuk egy 60-as pultra, akkor elveszíted ezt a hatalmas... Az érdekességet elveszíted, mert sokkal keskenyebb. Be lehet tenni egyébként egybe is, tehát van olyan tér, most ez a tér nem olyan, de lehet olyan teret majd felújítani, ahova az egész követ beteszi az ember. Az onyx nagyon tetszik, nekem mert is az megvan a benne az a melegség, amire vágyom, amit ugye nem kapok meg tőle, és azért szeretném. A zöld nem egy meleg szín, de ez nagyon szép. De abban zöld van. De azt abba mondom, hogy az gyönyörű, ez az a zöld. Megtaláltuk az igazit, úgyhogy csak azért, hogy az RP is örüljön, nem végeztünk még, mert mehetünk csapot vinni. Szerintem hátul lesznek a csapok, úgy emlékszem. Uh-huh. Ugye már kiválasztottam, hogy mit szeretnék. Kiválasztottad interneten? Igen, én már kinéztem, milyen csapot szeretnék. Egyébként most megyünk el a mosógépek mellett, de most a mosógép és a szárítónk is már megérkezett, hál' Isten. Ez most egy gyors mosó programom van, ez 30 percig tart, mindjárt végez, úgyhogy én megyek is. Nem vagyunk büdösek, van tiszta ruhában. Na, látom a csapokat. Balra. Aha. Tudod, itt a fürdőszobai osztályon. Pontosan tudom, hogy mit szeretnék. Kinéztem interneten. Mi tudja, hogy mit szeret? Így van. Itt van csap. Ez ilyen Kraus, amit keresünk. Moem, Kraus. Nézzük meg a másik sort. Tehát egy Kraus csapot néztem ki. Ilyen kevés van, itt kitéve, az nem jó. Még egy sor, várjál. Ó, igen, itt lesznek a fürdőszobaiak. Tehát kinéztem egy szép szögletes csapot, Kraus. Most valahogy mindenhol arany meg ez a nagyon bronz. Én nekem az arany azért, az nekem az nagyon sok, nem. Sok nekem. Kraust keres. Csak szeretném életben megnézni, mert ugye nagyon nem mindegy, hogy milyen a színe. Ezek fürdőszobaiak, de hasonló ilyen egykarú, amit kinéztem.
Azt már látom, hogy ebből internetes rendelés lesz. Árpit közben elvesztettem. Igen, mert a konyha malacot is ki kell cserélni. És ha gondoltam, ha itt vagyunk, akkor veszünk meg egy konyha malacot. Azt hiszem, hogy ilyen van benne. Igen. Mert a konyha malac sem működik. Hát mi el vagyunk itt a Csapbirodalom, és még el is leszünk egy ideig. Szerintem ebből online rendelés lesz, mert nem találom szerintem itt azt, is, amit kinéztem magunknak. Szerintem is online rendelés lesz. Konyhamalacot meg tudjuk venni. Mindenesetre, ha nem, akkor én vagyok a másik konyhamalac otthon. Ez volt a mai kis felújítós videónk. Kíváncsi vagyok, hogy ti is szoktatok így járni? Tehát én tényleg nagyon komolyan gondoltam, hogy a 15 ezerbe bele fogunk férni, de természetesen nem csak azért nem férünk bele, mert hogy egy új fürdőszobát is hozzátettünk a dolgokhoz. Szerintem felújításnál senki nem fér bele a minimális összegbe, az alacsony, amikor mindig mindenki, hogyha megjelöl két összeget, akkor mindig a felsőt súrolja vagy túlhaladja. Ez mindig így van. Én most elbuktam, az biztos. Hát 15 ezerből semmit nem tudunk megcsinálni, már régen túl vagyunk rajta. Nem hogy egy fürdőszobát, hogy maga 30 lesz. Na, szóval kíváncsi vagyok, hogy ti is így szoktatok-e járni, létszírjátok, hogy ti is, és hogy hogyan is mennyire. Srácok, ezeket a csapra, vagy a konyhamalacra, vagy anyumalacára találkozunk legközelebb. Sziasztok! Mi fogunk egy nyelvet, és megpróbálunk rendelni.